Kiskerti zenés esték, második évad, második rész júliusban. Júci Imivel nyitjuk a ma estét. Kiskertbe berendezkedtünk, Júciék már mögöttünk zenélnek. Gondolom Patrik Júci neve nem újdonság a nagymarosi közönségnek, hiszen a nagymarosi női karnak a karnagyát tisztelhetjük benne, illetve több produkcióban is szerepel itt a környéken. Most ezúttal Olá Imrével egy közös duettet fognak előadni. 20-30 éve játszanak együtt, úgyhogy igencsak ismerik egymást, és azt gondolom mindig nagyon jó hangulatot okoznak a nagymarosiaknak, a közönségnek. A mai este a könnyed rockdallamokról fog szólni, szórakoztató köntösbe, és egy kis kerti kiülős, beszélgetős programot kínálunk itt a Nagymarosi Művelődési Ház kertjében a látogatóknak. Augusztusban is folytatódik a kiskerti zenésesték, szintén nem ismeretlen előadóval, Vörös László és a Restor és Strauss Eszter jazz fuvalista fog a vendégségbe jönni Nagymarosi Művelődési Házba. Immár másodjára tisztelhetjük őket a kertben, egy új formációba. Augusztus 10, kiskerti zenés esték 19 órakor várjuk szeretettel a látogatókat. Elárulunk egy titkot. A Nagymarosi Művelődési Ház kertjében ugyan most zenés este lesz, de a Művelődési Házban zeneművészeti tábornak adunk otthont, ami már nagyon-nagyon régóta fogadja a Művelődési Házba a látogatókat. Itt is két koncertet tekinthetünk majd meg jövő héten, július 11 és 12-én a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemnek a hallgatói fognak előadást adni. És augusztus elején pedig egy drámapedagógiai tábornak adunk ismét otthont, ők is már többször visszatértek Marosra. Augusztus 4-én lesz egy bemutatójuk, amit szintén a Művelődési Házban tekinthetnek meg. És augusztus végére melegítünk be igazán, Nagymarosi Borünnep augusztus 18-19-én, Kerekes Band Pedrofon, DJ Mono főszereplésével és 15 borházdal, illetve augusztus 31-én a Gasztromazohisták Fesztiválja, a Csípős Fesztivál várja Nagymarosra a látogatókat. Thank you.